Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt Házszabadi István képviselő és Toroszkai László frakcióvezető úr, a Mi Hazánk képviselői. Azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnök úrnak, mikor foglalkozik végre a valóban lényeges dolgokkal címmel. Tisztelt Szabadi István képviselő úr, tisztelettel tájékoztatom, hogy a miniszterelnök úr távolléte miatt válaszadásra Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter urat jogosította fel. Tisztelettel kérdezem, önt elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszterelnök úrtól személyesen kéri a választ? Tisztelt elnök úr, nem fogadom el, megvárjuk a miniszterelnök urat. Köszönöm szépen, képviselő úr. A miniszterelnök úrnak a második soron következő azonnali kérdések órájában kell majd önnek válaszolnia. És tudom, hogy azért maradt is állva, mert ön következik. Szabadi István képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek, kettős mérce a nyilvánosságban címmel. Tisztelt képviselő úr, a miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Tálai András miniszterhelyettes államtitkár urat jogosította föl. Tisztelettel kérdezem, önt elfogadja-e a válasz adó személyét. Köszönöm szépen. Szabadi István képviselő urat illeti a szó, parancsolja. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterhelyettes államtitkár úr. A 2022-es május 31-e az egy fontos határidő volt a kettős könyvitelt vezető vállalkozások számára, ugyanis a számvitelről szóló 2000 évi százas törvény alapján eddig kellett a 2021-es évről szóló éves beszámolójukat letétbe helyezni és közzétenni a vállalkozásoknak. Ezt a kötelezettséget azzal lehet megtenni, hogy a vállalkozó az éves beszámolóját elektronikusan megküldi az Igazságügyi Minisztérium által működtetett céginformációs szolgálatnak. De milyen határidők vonatkoznak a költségvetési szervek, ezen belül a minisztériumok éves költségvetési beszámolóinak elkészítésére és közzétételére? Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013-as kormányrendelet értelmében a minisztériumoknak a 2021. évről szóló éves költségvetési beszámoló adatait 2022. február 28-áig kellett a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni. Átvizsgáltuk a kormány.hu oldalon a dokumentárban közzétett közérdekű adatokat és a közadattár.hu oldalt, hogy megnézzük az előző kormányzati ciklusban minisztériumi igazgatásra vonatkozó költségvetési beszámolók elérhetőségét. 2022. június 10-ig közzétett adatok alapján azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés minisztérium tett ennek eleget. Összességében a minisztériumok fele egyáltalán nem töltötte, a többi pedig részben tett eleget a költségvetési beszámolókra vonatkozó közzétételi kötelezettségének. Én azt kérdezem tisztelettel, hogy a vállalkozókhoz képest a költségvetési szerveknek miért nem kell a szöveges indoklást közzétenni, mi az oka annak, hogy a tárcák nem tesznek eleget a közzétételi kötelezettségüknek, tervezik-e a közzétételi kötelezettség szigorítását, illetve a mulasztás szankcionálását, illetve mi hamarabbi pótlását. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Tálai András államtitkár úr miniszterhelyettes fogja megadni, parancsolja. Szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Először is köszönöm, hogy ilyen mély szakmai kérdést intéz a minisztériumhoz. Nyilvánvalóan az ön azonnali kérdésének címéből ezt ugye nem lehetett kitalálni azért, hogy ön arról fog majd érdeklődni, hogy a minisztériumok februárban a szöveges mellékletet miért nem kell, hogy egyébként nyilvánossá tegyék. Nyilvánvalóan a kérdésének hatására ezt szakmai szempontból meg fogjuk vizsgálni a minisztériumban, hogy miért így van most a jogszabály. Az viszont már sokkal érdekesebb, hogyha úgy van, ahogy ön mondja, hogy a minisztériumok ugye közzétételre kötelezettek február végéig, és ugye ennek nem tettek eleget. Én azt gondolom, hogy kérdésére nyilvánvalóan a minisztériumok figyelmét fel kell hívni, és fel fogjuk majd hívni, hogy tegyenek eleget a kötelezettségüknek, amennyiben az ön állítása igaz. Egyébként a számviteli szabályozás ugye az törvény által biztosított jogszabályok határozzák meg ezeket a határidőket,
az állami számvevőszéknek van jelentős szerepe abban, hogy a minisztériumok gazdálkodását ellenőrizze, arról jelentést készítsen. Én azt hiszem, hogy a minisztériumok és az állami költségvetés működése átlátható, és biztosítja a felelősségteljes gazdálkodást. Fontos, hogy a költségvetési beszámoló is ide kerül az országgyűlés elé, amelynek szintén része a minisztériumok beszámolói. Köszönöm szépen a kérdését. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválasz illeti meg Szabadi István képviselő urat. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy ennek esetleg majd utána néznek, és pótolva lehetnek ezek a beszámolók. A Mi Hazánk Mozgalom nem csak a minisztériumok beszámolói kapcsán tapasztalt hiányosságokat, itt azért megjegyezném, hanem a költségvetés végrehajtásáért felelős magyar államkincstár jogszabályi kötelezettségeit illetően is. Így ezért komolyan felmerül az a kérdés, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 195-ös törvény és annak végrehajtási rendelete szerint a Magyar Államkincstárnak a központi költségvetés végrehajtásának adatait a honlapján havonta tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig közzé kell tenni. Ez szerint a kincstár honlapján már a 2022 áprilisi adatoknak is fent kellene lenniük. Ehhez képest a központi költségvetés végrehajtásának idei adatai egyáltalán nincsenek közzétéve. Ezek után csak tényleg azzal zárom a gondolatomat, hogy hogy várható el a közel 300 ezer vállalkozástól, hogy a beszámolói adataikat a nyilvánosság számára közzé tegyék, hogyha ennek a kötelezettségnek a minisztériumok és a magyar államkincstár sem tesz eleget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválasz illeti meg államtitkár urat is. Parancsoljon. Én csak újra megköszönni tudom képviselő úrnak, hogy ilyen aprólékosan elvégzi a képviselői ellenőrzési feladatát, és azt tudom ígérni, hogy amit itt felvetett jogszabályi előírásokat, az intézmények, a költségvetési intézmények és a minisztériumok számára meg fogjuk vizsgálni, hogy azt valóban teljesítették-e. Különösen tudom ígérni a Magyar Államkincstár esetében, hiszen az a pénzügyminisztérium felügyelete alatt van. És még egyszer nagyon köszönöm figyelme szakmai hozzászólását.